Sziasztok srácok, én Márkely T vagyok, és ez a videó egy kicsit eltérne a többitől, ugyanis beszeretném nektek mutatni a kedvenc anyagomat történelemből. Ez nem más, mint a görög-perzsa háborúk. Hát nézzük, mit is sikerült kihoznom ebből. Jó szórakozást kívánok! Században Görögországtól keletre hatalmas birodalom jött létre. Elfoglalta Babilont és Egyiptomot is. Félelmetes hatalomra tett szert a földközi tengertől és a Nílustól egészen Indiáig. Ez volt a perzsa birodalom. További célja a görögök lakta területek meghódítása volt. A meghódított országoknak rengeteg adót kellett fizetniük. A királyi kincstárban több ezer tonna aranyat őriztek. A perzsák a kis-ázsiai görög városokat is legyőzték, és adófizetésre kényszerítették. A görögöket sértette a perzsa uralom. Súlyos következményei voltak annak is, hogy a perzsa és perzsa szolgálatban álló föníciai hajók akadályozták a szabad kereskedelmet, mert így a görögök nehezen tudtak árukat, például gabonát beszerezni. Az első háború a görögök és a perzsák között Kis-Ázsiában tört ki. Az itteni görög városok szabadságharcot indítottak a perzsa uralom ellen. A következő képen láthatjátok a perzsa birodalom területét. A nagy perzsa támadás Krisztus előtt 490 nyarán indult meg. Sok száz hajó Kis-Ázsiából az attikai félszigetnek vette az irányt. A perzsák a félsziget keleti részén, a kicsiny Maraton falvacska mellett kötöttek ki és szálltak partra, Athéntól 42 kilométerre. A perzsák érkezésének hírére Athénban a védekezés mellett döntöttek. Óriási izgalomban telt el néhány nap. A maratoni síkságon a görögök sáncaik mögül figyelték a perzsákat. A perzsák több mint kétszeres túlerőben voltak. Pár nap múlva, egy hajnalon az athéniak hadvezére, Miltiádész, hírt kapott arról, hogy a perzsák lovasaikat óvatlanul visszavonták, azonnal támadást parancsolt. Rövid közelharc után a perzsa katonáság futásnak eredt, hogy a hajókon keressenek menedéket. A görögök ide is üldözték őket, és sok hajót felgyújtottak. A perzsák súlyos vereséget szenvedtek. A képen a perzsa íjász és nehéz fegyverzetű görög katona, úgynevezett hoplitát láthatjátok. A maratoni csata után mindkét fél tudta, hogy nincs vége a háborúnak. Itt is, ott is komolyan készültek a végső összecsapásra. A második nagy támadást a perzsák 10 évvel később indították meg. Athénban úgy döntöttek, hogy védekezésül hatalmas tengeri flottát építenek. A következő években 203 evező soros hajó épült. Ezt a következő képen láthatjátok. Spártaiak nem voltak tétlenek. Tanácskozásra hívták a többi görög városállamot. A tanácskozáson az ellenállás választó városok katonai szövetséget kötöttek. Úgy döntöttek, hogy a szárazföldi sereget és a flottát egyaránt Spárta fogja vezetni. Megállapodtak abban is, hogy az előrenyomuló perzsa sereget egy görögöknek kedvező helyen, a termopilai szorosnál próbálják megállítani. A görög szárazföldi sereg Leonidas spártai király vezetésével a termopilai hegyszorosnál próbálta elállni a perzsák útját. A spártaiak okosan választották meg a helyszínt, a szorost egyik oldalról meredek hegység, a másik oldalról pedig tenger határolta. Az átjáró olyan szűk volt, hogy két végénél csak egy-egy szekér félt el. Hiába voltak hát a perzsák sokkal többen, nem tudták bekeríteni a görög védőket. Leonidasnak mégsem lehetett sok reménye a győzelemre, mert a perzsa túlerő hatalmas volt. A perzsák két napig nem tudták áttörni a védelmet, a közelharc miatt nem sok kárt okozott a perzsa íjászok tömege, sem a félelmetes perzsa lovasság. Annál jobb szolgálatot tett a görögöknek hosszú láncsájuk, de minden fegyvernél többet számított, hogy a szabad görögök a hazájukat védték.
Szembe velük a perzsák jutalom reményében, vagy a büntetéstől való félelmükben harcoltak. Sokszor korbáccsal kergették őket csatába. A harmadik napon akadt egy áruló, aki elmondta a perzsa nagykirálynak, hogy van egy rejtett ösvény, ahol a perzsa katonák a görögök hátába juthatnak. Amint leszállt az este, a perzsa király válogatott katonái, akiket halhatatlanoknak neveztek, csendben elindultak az ösvényen. Most már biztosan tudta, hogy a csata elveszett. Parancsot adott, hogy a többi görög vonuljon vissza, maga pedig 300 spártai katonával addig ott maradt és feltartja a perzsa hadsereget. Elestek mindannyian. Leonidas hőstette nem volt hiába való, mert a görög sereg így nagyobb veszteség nélkül vissza tudott vonulni. A csatában a perzsák 20 000 katonát vesztettek. A spártai katonák holttestét később közös sírba temették, és ezt a sírverset vésték rá. Ma is olvasható. Itt nyugszunk, vándor, vidd hírül a spártaiaknak. Megcselekedtük, amit megkövetelt a haza. A görög vereség után a perzsák elfoglalták egész Közép-Görögországot, így Athént is. A termopilai csata térképen és fantázia rajzon. A két hajóhad, a görög és a perzsa ekkor egy keskeny tengerszorosban állt szemben egymással. A görög flotta parancsnoka látta, hogy a fürge görög hadihajók a szűk tengerszorosban előnyben vannak a nehézkes, hasas perzsa hajókkal szemben. Jól számított, a szűk öbölben összezsúfolódott sok széles perzsa hajó. Egyik másik meg akart fordulni, de közben a fürge görög hajók orra az oldalukba fúródott. Krisztus előtt 480-ban Szalamisznál döntő győzelmet arattak a görögök. A következő évben a görög sereg a szárazföldön is győzött. A perzsák nem próbálkoztak többé Hellász meghódításával.